Sziasztok srácok, itt Zsamász, köszönök mindenkit egy újabb videóban, és az a helyzet, hogy mióta megjelent a játékon belül az, hogy lehet customizálni a kontrollokat, tehát az irányításokat, azóta egy dolgot nagyon-nagyon régóta mondtok nekem, hogy próbáljak meg úgy játszani, hogy a bal kézzel irányítom a lövéseket, a ultikat, meg a gadgeteket, és a jobb kézzel pedig a mozgás, tehát cseréljen meg ezt a kettőt. Erről nem készítettem egyébként külön videót, hogy lehet már ezt megcsinálni a játékban. Ha esetleg nem tudtad volna, akkor most már tudod. Egyébként terveztem bele a videót csinálni, aztán végül úgy döntöttem, hogy nem tudom miért, nem ez a lényeg. Van egy ilyen dolog a játékban, ezt a bejelentésoknál láthatjátok. És igazából itt pont a fejem kitakarja, de látszik, van egy gomb, amivel meg tudod cserélni ezt a kettőt. Aztán ezeket tudod mozgatni, tudod nagyítani, kicsinyíteni, szóval tök jó igazából. És a mai videóban azt fogjuk csinálni, megcseréljük a kettőt, tehát hogy ezt nagyon sokan mondtátok már egyébként. Nézzük meg, hogy akkor hogyan néz ki a dolog. Jobb kezemmel mozgok, és a bal kezem, úristen, de nagyon fura. Kb. Olyan érzésem, mint hogyha fejjel lefelé játszani. Konkrétan, nézzük csak, boom. Valószínűleg sokat fogok autóatakkozni. Itt vagyok a kis karakteremem, ahol ezt ki fogjuk próbálni. Solo showdownban kezdünk egy Pennyvel a Forsaken Falls nevezetű pályán. Hát nem tudom, nézzük meg, hogy mi lesz ebből igazából. Nem várok el túl sok dolgot, hogy úgy őszinte legyek. Spammelni fogom az autóatakot, de szerintem már meg is haltam konkrétan. Ja. Na jó, azért ez gyorsabb volt, mint számítottam. Lehet, hogy pedig nem a legjobb erre a pályára, de majd meglátjuk. Ez mondjuk pack volt, mert bekerítettek egyből ketten, de lényegtelen, nézzük csak, mit hoz számunkra végre az első normális meccs remélhetőleg. Most nem lesz annyira agresszív. Daryl, arra a Bálira rámehetnénk. Így, de fura. Ó. Oh. Hát ez nem megy most igazán. Na, jó van, akkor kicsit lassabban, jó srácok? Tehát elfutunk a francba, és messzire próbálunk autóatakozni, jó srácok? Ez itt a stratégia. Megpróbálunk nem meghalni egyből. Uha. Jó. Ó, igen, első kill megvan, autóatak forever. Valószínűleg sokat fogom használni az autóatakot. Nagyon fura, nagyon-nagyon fura egyébként, próbáljátok ki. Annyira megszokja az ember. Jaj. Jó kis double kill. Ez a primónak nem szorott volna elengedni. Kár érte, gyerünk. No. Csak azért sem autóatakozok, ott egy power cube, azért el kéne menni. Azért el kéne... Ijjaj, de kancsal vagyok. Ijjaj, francia gyermek. Gyeri poku! Help! Ez az! Hát ez elég furcsa volt, maradjunk annyiban. Tényleg... plusz star, 100 star point. Szóval, hogy nagyon-nagyon furcsa, szokatlan. És ezért nehéz egyébként, nem tudom, igyekszem nem az autóatakot spammelni, mert akkor nem sok értelme van igazából a challenge-nek. Úgy nem annyira fura, viszont úgy, hogy célozni is kell. Nekem a bal kezem olyan, mint egy fogyatékosnak, néha azt érzem, annyira ügyetlen vagyok vele egyébként. Tehát, hogy ez így nagyon-nagyon rossz. Mozogni még pont tudok vele, meg ugye nagy sok megszokás egyébként, hogy pont fordítva kell. Mondom, nem autótok azok erre, spammelem az autóatakot. Istenem, simán meg tudtam volna ölni, hogyha nem így vannak a irányításaim. Gyerünk, elkapom a rózát. No. Jó, meghaltam, officially. Jó, hát ügyetlen vagyok még, az biztos. Igazából a csinálni, pont ez a lényege, hogy egy kihívás legyen, és pont ezért nem a nagy karakteremet csinálom, mert mit látjátok, eléggé kiszámítható, hogy mi lesz az eredmény. Úgyhogy nem akarok nagyon nagy kupákat leesni a nagy krimon, mert ennek sok értelme nem lenne. Na, három atakból megvan ez a Barley, szóval óvatosnak kell lennünk. Yusuf, jövök! Jövök, Yusuf! Jaj, annyira, azt hiszem, hogy... Ne, elfutott! Ne! Ne. Jézusom, ne. Nem tudom, hogy öltem meg, srácok. Nem tudom, mi történt. Úristen. Az a baj, azt hiszi az agyam, hogy a baloldalival mozgok, és így akarok mozogni, de nem mozog.
Kéne egy ulti. Bocsi, srácok, autóltak. Jó, kapta. Jó, nekem van egy ultim, azt lerakjuk. Védj meg minket. Én nem bírom eltalálni. És meghalok, érted? 40 HP-val a bó meg elfut. Én meg béna vagyok és meghalok hatodikként. Hú, nagyon idegesítő. Nem tudom miért csinálom ezt magammal igazából. Természetesen egyébként nem tudom, hogy miért csinálom. Azért, hogy ti jót szarakozzatok az, hogy én mennyire béna vagyok. Nem tudom, amúgy nem lennék elég béna. Na mindegy, így azért tényleg igazán bénának tudjátok magatokat érezni. Egyébként ez a kontrollátállítás, ez azért jó. Mert például lehet megnagyobbítani a gombokat, hogyha valamelyik kicsinek tűnik, vagy picit áthelyezni. Ez a balkezeseknek amúgy nagyon jó tud lenni egyébként, hát nekem nem jó. Meg nem is vagyok balkezes, max két balkezes. De ez van, akinek nagyon jó tud lenni. Ó, igen. Ne is felszedte a power cube-ot és autót, akkor nem találom el. Oh no. Jó. Jó. Kapja. Jó, most nem is kell mozognom igazából. Így. Not good. Yes. Bocsátottat akkor kért. Jó. Szenvedősen, de megöltük, azt kell mondjam. I'm dead. Nem baj, harmadik hely. Nem rossz helyezés, ezzel a rózával már nem igazán tudtam sajnos mit kezdeni, mint láthatjátok. Most megnyitom a chesteket, illetve kinyitom a chesteket, amik vannak nekem. Mert, illetve amit most kapok. 168 token, nice. Kettő. Reméljük két gemet nyitunk belőle, mert szükségem lenne két gemre. Persze, hogy nem kapunk semmit belőle. Ugyanis, sokban van egy jó kis offer, 29 gemet, és csak 27 gemem van. Úgyhogy kettő gemre van szükségem. Jó lenne összeszedni. Na, tárnyal melyik, arra rámehetnénk. Csak dodge-olj ki az attakokat, jó. Oké. Okay. Ó, ez a hülye fa. Jó van, ő is olyan kancsa, mint én legalább. Nem? Aj, nem jó. Annyira rossz ez így. Jézusom, mit csinálok? Mit csinálok? Jó, most csak kerülgetjük. Hát nem jött be a tervem. Nem jött be a tervem. Nem baj, legalább nulla kupát vesztettünk, mondjuk igazából ezen a karakteren úgy igazán nem számít, szóval nem annyira para, hogyha vesztünk kupát, az sem. Srácok, Jackie, Bo, inkább a Bo-val barátkozom. I mean a Bo-t támadom meg. Jó, muszáj utatakoznom, nem működik másképp, sorry guys, 18 HP. Én tényleg igyekszem, én amikor tudom, akkor nem utatakozok, de amúgy meg az utatak az... Megmenti az életemet. A hot idejön meg középen. Jó, ott egy pokó. Aj. Hol vagy? Haver, hol bújkálsz? A Barless meghalt? Vagy mi történt velem úgy? Jajaj, Dina. Hú, volt egy szend is? Ott van. Oké, ott van. Jó, megvan az ultim, tökéletes. Más nem kell. Ide rakjuk a töretet. De most már csak a Dynamic van, meg a Poco rajtam kívül. Tudom, mit kéne csinálni. Jó. Próbálkozom, nagyon próbálkozom, esküszöm. Jó, ők itt harcolnak, ahogy látom. Igazából nem túl sok mindent tettem hozzá ehhez. Jó. Jó, most nem kell mozduljak. What is he doing? I don't know. Nem jó, nem jó. Istenem. Jó. Figyeljünk a hírt, igen. Jó lenne a töretem amúgy, hogy segítene, de nem tesz semmit hozzá. No, az így nagyon rossz. Jó, még egy atak.
Nagyon bénának érzem maga, úristen. És megint van ulti, érten. Nem? Ne! Ne! És 40 élettel túléli, ezt nem hiszem el egyébként. Ezt nem hiszem, nem baj. Igazi küzdelem volt, azt kell, hogy mondjam. Hát... úgy érzem magam, mint aki most ötötte a játékot, hogy fogalma sincs, hogy mit csinál egyébként. Tényleg, hogyha kíváncsiak vagytok, hogy mit élek át, akkor próbáljátok ki. Nem a legjobb, jó? Maradjunk annyiban. Mizu Jacky, egy-egy hétben álló Jackyt még azért tudok találni? Aha, jó. Az még megy. Az még azért megy. Viszont ezt vigyázni kell vele, mert elég sokat tud damage-elni. Jó. Búj inaktív? Nem. Játszasz inaktívot? I don't know. Újjaj. Kezdek kancsal lenni. Igen. Jó, de nem jó. Frank, nem jó. Mi az Isten van itt? Srácok. Sorry, autóatak, de... abban a pillanatban, hogy elrepültem volna, I'm dead. És hát ez nem is én lennék. Na mindegy. Mi próbáljunk meg egy ilyen top 3-ba kerülni, vagy valami ilyesmi célként szerintem tökéletes tud lenni. Hát ha meglátjuk, mit hozunk ki belőle. Riku, na, Riku meg B. Uha. Vigyázzuk el, Rikura rámegyek. Hú, igen. Kapta. Hú, na, a Dynamite is kapta. Igaz, hogy autóatak, de kapta rendesen. Így, az persze, hogy túl messze van. És top 7, az már nem is olyan rossz, és egy atak kell az ultimhoz. Igyekszek behúzni. Annyira rossz egyébként. Top 5, jó van, ez meg lesz. Érzem. A hat egy másik Penny. Aj, csak egy atak, ott egy bó is. Mi az Isten van itt? Ó, igen, guys. Ne. Megölöm magam. Itt jóta vagyok. Majdnem megölettem magam. Most megölöm úgy, hogy nem autóattakkozok. Esküszöm. Ez az. Egy. Kettő. Nem. 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 Kérlek, ne. Ne, Nita. Ne. Istenem. És a Nita rám jött, és a másik pedig meg simán elmenekült. Na, viszont a top 3 az megvolt szerintem. Úgyhogy zárjuk is ezt a videót. Nem szerettem volna hosszú igazából, mert teljesen értelmetlen nézni, hogy szerencsétlen kerek. Viszont hát az, a büntetések kerekében majd biztos bele fogom rakni ugye ezt a challenge-et, mert szerintem elég jó egyébként, és elég jól meg lehet vele szivatni engemet, illetve saját magamat, és megint nem kapok gemet. Na jó van, 30 token kell most már, ezt nem bírom ki, hogy meg ne szerezzem. Úgyhogy megyek még egy utolsó mérkőzésre, tényleg utolsót. Utolsó, utáni utolsót. Na, Mizu Shelly. Oké, hagyjatok békén, léci. Oké, na. Az ultimat jól feltöltöttem. A sejt viszont, oh my god, de megöltük. Top 5. Ne. Yes. A legjobb kör jött ez a bokor, és top 3! Ó! Oh. Tehát konkrétan rajta kívül... nem bírom eltalálni, ezt nem hiszem. Szóval a Rosen kívül van még egy valaki. Úgy, egy haver. Jó. No! Őt meg kell öljük. Oh, de ezt nem hiszem el. Hogy lehetek ennyire vére? Ha? Csak egy irányba futok, és nem tudok célozni a bal kezem, mert nem úgy néz ki, mintha tudni. Ez az. 270. Gyerünk. Yeah boy, de ezt már szeretem. Na, fedezzük fel, nincsen, nem a bujkáit, az utolsó emberünk. Ezt meg kell nyerni. Ott van. Ijja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 jj
eltaláltam Meteorit, majd a töretem, és boom, kapta, halt, wow. Ezt már szeretem, srácok, na ezt már szeretem. Ez elég jól jött ki, maradjunk annyiban. Na, akkor tökéletes utolsó mérkőzés, most már tényleg. Az előzőnél is tökéletesebb. Nézzük csak, hogy mit kapunk. És megint nincsen. Mennyi idő van ez az offer? 1 nap 21 óra. Na, 1 nap 21 óra, csak szerzek 2 gemet. 65 helyett 29. Nagyon megéri. Egyébként a Piperre fogom rakni, ez nem titok. Tehát Piperre fogom rakni, és ezt meg is veszem a Piper, ez 37 darabot. Ki akarom maxolni nagyon ezen a karakteren. Szóval látszatjátok, hogy 9-es szint, és legalább akkor Star Pebert is jutottunk, és akkor ki tudjuk maxolni végre az első karakterünket. Ezért az a Karim, ahol nem költök pénzt, egy free-to-play karakterem, ahhoz képest egyébként egész jól állok, tehát egy Bibi nincs meg az epikek közül, ugye nyilván nincs meg 8 bit, meg M-Swing, nincs meg 6, meg 8 ezer kupa, de erre majd kicsit rá fog feküdni valamikor, hogyha lesz kicsit több időm. Viszont köszönöm szépen, srácok, hogy megnéztétek a videót, remélem, hogy tetszett, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, dobjatok egy feliratkozást, kövessetek be Facebookon, Instagramon, ahol szeretnétek, és hát akkor legyetek jók, és találkozunk a legközelebb is. Sziasztok!